Az apostol szavával köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Bűnbánati alkalmunkat kezdjük énekléssel, a 179-es számú énekünket énekeljük, a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Helyünket elfoglalva, énekeljük a 307. számú dicséretünket. Dicséretet mond nyelven mindennek, te néked könyörülő Istennek. Thank you.
Fennállva imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, hogy ma is egy újabb nappalra ébredtünk, végezhettük a dolgunkat, dolgozhattunk a munkahelyünkön, dolgozhattunk otthon a ház körül, készülhettünk az ünnepre, tehettük mindazt, amit elterveztünk, és tehettük mindazt, amit meg kellett tennünk, amit elvártak tőlünk. De Urunk, hálásak vagyunk nem csak a mögöttünk lévő részért a napnak, hanem mindazért is, ami előttünk van. Hálásak vagyunk, Urunk, ezért az alkalomért, hogy itt lehetünk most a Te házadba, és figyelhetünk a Te üzenetedre. Köszönjük azt, hogy Te nem csak az ünnepnapon szólsz hozzánk, nem csak vasárnap, vagy akkor, amikor valamilyen ünnepet ünneplünk, hanem ma is itt vagy, és ma is szólsz hozzánk szent lelked által. Ma is készíteni szeretnél bennünket, készíteni most adventben, készíteni az ünnepre, és készíteni az újbóli eljöveteledre. Kérünk, Urunk, a szent lelked által légy itt jelen közöttünk, hogy valóban az az üzenet, amit Te elkészítettél számunkra, az érthető legyen számunkra, és azt mi be tudjuk fogadni. Urunk, hisszük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod az imádságunkat. Amen. A mai estén a 115. számú Zsoltárt olvasom a testvérek közül, a 115. Zsoltár valamennyi versét, az igét és a rólta való bizonyságtételt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van. Megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik féltek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket nagyokkal együtt. Szaporítsa meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek, az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvéreim, énekeltük most az énekünkben. Dicséretet mond nyelve mindennek. És fogjuk énekelni még az ünnepen biztosan azt is, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Dicsőítjük az Urat énekben, imádságban. Dicsőítjük őt, mert mikor látunk a világban valamit, ami szép, ami jó, amikor látjuk a gyermekünket, vagy látjuk a szüleinket, látjuk nagyszüleinket, vagy valakit, aki kedves nekünk, akkor megszólal a szívünkben a hála. És mikor ez a hála megszólal, akkor jó esetben, akkor, amikor a helyén van a szívünk és a hitünk, akkor megszólal bennünk valami, hogy ezért Isten szeretném dicsőíteni. Mert szeretnénk megköszönni az Úrnak, hogy adta azt a pillanatot,
hogy adta azt a szemét, adta azt a lehetőséget, vagy adta azt a képességet, amivel épp azt a feladatot el tudtuk végezni. De van, mikor csak az Úrra gondolunk, végig gondoljuk mindazt, amit tudunk róla, amit hittel elhiszünk, és azt mondjuk, hogy dicsérjük őt önmagáért. Dicsérjük azért, aki ő maga. A Zsoltár is ezt teszi. Dicséri az Urat, és szólítja a többieket is, akik ott vannak körülött, hogy dicsérjétek ti is az Urat. Az Urat dicsőíti, és kijelenti számukra, az ottani gyülekezet számára, és most nekünk is, hogy nem neki, vagy éppen nekik, vagy éppen nekünk jár a dicsőség, hanem a dicsőség az Úrnak jár. Mivel sokszor elfelejtjük, és magunkat dicsérnénk. Ezért kéri azt a Zsoltáros az Úrtól, hogy a te nevednek szerez dicsőséget, mert egyedül ő az, az ő neve az, aki megérdemli azt. Ő az, aki megérdemli, hogy szóljunk hozzá így. Mert bár sokszor halljuk azt, hogy mert megérdemled, halljuk ezt, mondják nekünk, hogy te megérdemled, de ez a dicsőségre nem vonatkozhat teljesen. Bár sokan sokszor dicsérnek bennünket, elismerik a munkánkat, elismerik a tettünket, de ezt nem vehetjük dicsőítésnek, és nem várhatjuk el, hogy mások azt dicsőségnek, dicsőítésnek szánják. Az elismerés fontos. Fontos az, hogy újra és újra elmondják nekünk, megköszönjék azt, amit teszünk, elismerjék, hogy igen, ezt jól csináltad, ezt megtetted, erre szükség volt. Fontos, fontos, hogy így mások kifejezzék a hálájukat, de mégis nagyon fontos, hogy ezt tudjuk a helyén kezelni. De vannak sokan, akik nagyon várják az elismerést, de mégsem kapnak. Várják, hogy a teljesítményüket, a szépségüket, a segítőkészségüket elismerjék, de mégsem teszik velük ezt. Fel kell ismernünk, hogy amikor ezt várjuk el, talán mi is, és várjuk újra és újra, hogy megdicsérjenek végre, akkor fel kell ismernünk azt, hogy igen, ez jár nekünk, de nem csak nekünk jár, hanem észre kell azt is vennünk, hogy ki az, aki mögöttünk állt akkor, amikor megtettük azt a teljesítményt, amiért mi várnánk az elismerést, amikor kiadta azt a szépséget, amit birtokolunk, amit várunk, hogy megdicsérjenek, ki az, aki mögöttünk áll, hogy mi magunk milyen segítséget, milyen felkészítést kaptunk a feladatunk elvégzéséhez. És ez a belátás, ennek a felismerészet, ez készíti bennünket arra, hogy ne magunkat dicsőítessük, hanem tudjuk megköszönni a felénk áradó elismerést, tudjuk azt a helyén kezelni, és tudjuk azt továbbadni Istennek, aki minket felkészített. De vannak olyan emberek is, akik pedig elvetik az elismerést, akik nem is várják el, hogy őket elismerjék, de cserébe ők maguk se ismernek el másokat. Nem dicsőítenek mást, nem dicsérnek meg mást, mert minden úgy van, ahogy lennie kell. Minden folyik a maga medrébe, magától, minden természetes. Természetes a ruha a szekrényben, természetes az, hogy az autó mindig menetre kész, természetes a terített asztal, természetes az anyagi lét, vagy éppen a jó viselkedés. Nem dicsérnek meg mást, és talán maguk se várják az elismerést. És hogyha valaki így éli a mindennapjait, és ez van benne, akkor ez előbb vagy utóbb meg fogja határozni az Isten kapcsolatát is. Hiszen minden természetes lesz számára, az élete, a családja, a javai. A dicséretet és a dicsőítést elhanyagolja, és nem fordul így Istenhez. És így egy igen fontos rész esik ki az életéből. Látjuk, hogy sokan sokféleképpen állunk a dicsőítéshez. Más a vérmérsékletünk, más az, ahogy kifejezzük a hálánkat, az elismerésünket,
És ezt tapasztaljuk az életünkben nagyon sok helyen, akár itt, az Isten tiszteleten is, vagy a kereszténység nagy családjában. Felismerjük azt, hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen dicsérik Istent. Máshogy éneklünk, máshogy imádkozunk, máshogy figyelünk az igére, amikor az Úr megszólít bennünket. Más. Más az, ahogy mi dicsőítünk, mások vagyunk, de valami mégis azonos ezekben. A helyes Isten tiszteletben egy valami azonos az, hogy Isten áll a középen. Bármelyik keresztény felekezethez megyünk, bármelyik keresztjén valódi Isten tiszteletre ülünk be, akkor az egyetlen egy dolog az ismertető jele az az, hogy Isten van a középpontban, őt dicséri az az ének, az az imádság, az az ige hirdetés. A helyes Isten tisztelet központja Isten. És ez lehet az, ami embereket elvezet az Istennel való kapcsolatra. Ez lesz az, ami az ember táplálja, ami úgymond vallásos élményt ad neki, ami azt a találkozást adja meg, amit nem lehet felcserélni semmi mással. Talán a testvérek közül is sokan voltak itt, amikor az ima éjjel tartottuk idén. Ott is ugye közös énekléssel kezdtük az alkalmat, közösen dicsőítettük Istent, és láttuk azt, hogy nem csak mi adunk Istennek, nem csak a dicsőítés egy irányú, ezáltal mi magunk is kapunk Istentől, mi magunk is növekedünk, mi magunk is úgy térhettünk haza, hogy igen, azáltal én az Urat dicsőítettem, ő sokkal többet adott nekem, sokkal többen mehettem haza. De ez bármelyik alkalmunkon így lehet, bármelyik Isten tiszteletünkön, bármelyik kis csoportos alkalmon. És mindez azért lehet, akkor valósulhat meg, hogyha Isten van a központban. Mert ha nem én vagyok a központban, hogyha nem az ember van a központban, a dicsőítés központjában, hanem Isten, akkor az valódi lesz. Így hát fontos azt látnunk, hogy nem magunk miatt szerez, Urunk, neked dicsőséget, hanem magad miatt. Isten miatt lehet Istennek dicsősége. Neki kell a középpontba állnia. És az igénk, a ma felolvasott Zsoltárunk második részében pedig tovább megy. Hiszen nem csak az én van veszélybe, nem csak az én kerülhet rossz helyre a dicsőítés központjába, hanem oda kerülhet valójában a bálvány is, amiről itt a Zsoltárban olvastunk. Hiszen nem csak magunkat kell kivinni a központból, hanem a bálványokat sem szabad odaengedni. A Zsoltáros környezetében vádlón, kérdőn léptek fel Istennel szembe, hiszen őt nem látták, és ezért nem tudják elképzelni, hogy ő létezik. Ezért az ő életük központjába azok a pogány népek próbáltak egy olyan embert, vagy olyan dolgot behelyezni a középre, ami látható. Így jöttek a bálványok. Így jöttek azok az állati, tárgyi, vagy bármilyen formai ábrázolások, aminek isteni erőt tulajdonítottak. Ragaszkodtak hozzá, és tisztelték azt. De józan szemmel látjuk, hogy a Zsoltáros is észreveszi, hogy ezek igazából semmi mások, csak tárgyak. A Zsoltáros olyan gyönyörűen és találóan fejezi ki. Van szájuk, de nem beszélnek. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Mindenük van láthatólag, mindenük van, amit az ember úgy elképzelne, hogy Istennek van. Mindezekkel felruházták azokat a tárgyakat, de azok mégsem működtek. Nem működhettek, hiszen nincsen életük, nem tudnak segíteni, hiszen nincsen hatalmuk. Nem élnek, de mégis valamilyen hatással voltak az emberekre, de nem maguk miatt, hanem amiatt, hogy azok az emberek ragaszkodtak hozzájuk, és próbálták belemagyarázni, hogy igen, ezek hatással vannak ránk. És mikor ezt tették, akkor valóban megkötözték őket. Bár teljesen mozdulatlanok voltak, de egy idő után már
úgy tekintettek rájuk, mint akik élnek, mint akik éreznek, mint akik gondolnak, mint akik tesznek valamit. De ez nem csak a pogányokra igaz. Ez nem csak rájuk lehet igaz, hanem fel kell ismernünk, hogy bennünk is vannak olyanok, amik megkeresnek bennünket. Olyan élettelen dolgok, fogalmak, eszmék, tárgyak, amik az életünk központjába bálványként próbálnak bejönni, és bálványként akarnak viselkedni. Valaki ezt így fogalmazta meg, lehet élő, lehet halott, kőbevésett vagy faragott, lehet anyag vagy márvány, atom, bomba vagy szivárvány, lehet állat, lehet ember, hideg szobor vagy tűztenger, lehet apád, lehet fiad, anyád, lányod vagy önmagad, lehet rangod, lehet címed, vágyad, célod vagy reményed, lehet pénzed, lehet honod, munkád, neved vagy otthonod, lehet múltad, lehet jövőd, házad, kocsid vagy képernyőd, bálványod. Ami hited zavar, örök Istent most eltakar. Nagyon találóan fogalmazta meg ez az író, hogy vajon mennyi minden válhat bálványa az életünkben, hiszen ma is vannak bálványaink. És még néha dicsőíteni is képesek vagyunk őket, egy eszköz a háztartásból, egy ember a családból, vagy a baráti közösségből, egy ideológia, vagy valamilyen mondat, ami minden egyes helyzetből megment engem. Ezek mind-mind válhatnak bálványokká. Azonban, kedves testvéreim, látjuk az ígéből, hogy ezek nem élnek, ezek nem beszélnek, ezek nem látnak, ezek nem hallanak. Ezek, hogyha úgy is viselkedünk velük, mint hogyha istenek lennének, ezek nem azok. Ezek nem azok, ezért nem dicsőíthetjük őket. Még akkor sem, hogyha más népek vagy más emberek ezt teszik is. Mert nekünk Istenünk van. Neki jár a dicsőítés. Neki van lehetőségünk, hogy az életünkkel dicsőítést adjunk. Karácsonykor is erre van lehetőségünk. A karácsonyi történés is, Isten fiának testetöltése is az, ami erre készít bennünket, és erre bennünket felhatalmaz, hiszen Isten fiának, Jézus Krisztusnak a testetöltése az, ami végképp összetöri az ilyen bálványok létjogosultságát. De miért is mondhatjuk ezt? Azért, mert Krisztus az, aki Istenként emberi formát vesz fel, és a Földön élt. Volt szája, és beszélt. Beszélt az emberekhez, akik ott voltak körülötte, beszélt a néphez, tanította őket. Volt füle, és hallott. Meghallotta, amikor Bartimeus hozzá kiáltott: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Volt keze, amikor sarat formált, és azzal gyógyította, azzal láthatóan meggyógyította a vak szemét. De volt lába is, mert átment azokon a területeken, ahova egy valamire való zsidó ember nem ment volna át, tiszta gyűlöletből. Ő mégis átment, ott volt, és időt töltött ott. Krisztus, igaz Isten, Isten fia, aki hatalommal volt itt a Földön, és hatalommal van most is, Isten jobbján. Őt dicsérhetjük. Őt dicsérhetjük, mert ő valódi Isten. Neki jár ez a dicsőítés, neki kell ezt tennünk. És ez a dicsőítés, ez nem múlik el nyomtalanul bennünk sem, hiszen formál bennünket, ajándékot ad nekünk, ez láthatóvá válik. Az, amit nagyon fontos látnunk, hogy ez nem csak az Isten dicsőítésénél történik, hiszen a Zsoltárban olvassuk a figyelmeztetést: hozzájuk hasonlóak lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Olyanokká formálódunk, mint az általunk dicsőített Isten. Ismerős lehet ez kapcsolatainkból, baráti kapcsolatainkból,
vagy éppen társas kapcsolatainkból. Hiszen az az ember, akivel sok időt töltünk együtt, akivel szoros a viszonyunk, azzal egy idő után teljesen összeérünk. A szokásaink, a véleményünk, a szavunk járása összeformálódik, hasonlóvá lesz. És még inkább így van az életünkkel, így van a szívünkkel. Akit dicsőítünk, akit elfogadunk Istenünknek, annak a képére formálódunk. Pál apostol így ír erről a korintusiakhoz írott második levélben. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ha Isten követjük, akkor az ő arcára formálódunk. Hogyha bálványokat követünk, akkor a magunk, akkor a bálványok képére formálódunk. Ha pedig magunkat helyezzük a középre, akkor meg lehet nem is változunk, vagy csak a magunk tulajdonságait erősítjük. De hogyha Isten követjük, akkor az ő arcára formálódunk át. Ez az örömhír számunkra az, ami fontos, amivel megláthatjuk, amivel megérthetjük Jézusnak az életét, hiszen nem csak Jézus vált hasonlóvá az emberhez, hogy eljöjjön közénk, hanem ha őt elfogadjuk, ha őt megismerjük, akkor mi is formálódhatunk az ő képére. Ez a reménységünk, ez lesz az, amit megérthetünk. Erre a formálódásra vágyik a zsoltáros is. Bár ő még az Ószövetségben él, ő még a kijelentett Krisztus nem ismeri, de az Atyát igen, és az ő kegyelméből számára is valósággá válhat az, számára is lehetőség az, hogy Isten arcúvá formálódjon, hogy ne a bálványok felé menjen, hanem Isten felé. Ezt az Ószövetség népe is tudja. Az Ószövetség népe is tud erről a formálódásról, hiszen ez volt az alap, az Isten terve, az ahogy, hogy az ember Isten formájú legyen, Istenre formálta az Isten az embert. Hiszen ezt olvassuk Mózes első könyvébe. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Látjuk azt, hogy ez az eredeti cél, és ez az, amit kegyelemből az Ószövetség népe, és kegyelemből mi magunk is átélhetünk. Isten arcúvá formálódhatunk. Ez lehet közös örömünk, közös reménységünk most is, mikor Isten dicsőítjük itt egy közösségben. Ezt tette az a gyülekezet is, akit a zsoltáros vezetett, akit vezetett éneklésben, akiket bíztatott a dicsőítésre. Együtt énekeltek, együtt mondták a zsoltárt, és érthetővé vált számukra az az ajándék, amit Isten ad, amiről így ír, amit olvastunk is. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket, a nagyokkal együtt. Áldjon meg titeket az Úr! Reménységet ad nekik ezzel az áldással, és biztosítja őket Isten jelenlétéről. Milyen óriási ajándék ez, és milyen óriási lehetőség ez számukra. A mi gyülekezetünk, most mi ebben a közösségben, akik halljuk ezt az igét, karácsonyra készülve, nekünk is valóság ez. És nekünk még teljesebb, hiszen Krisztus után élve már látjuk a kijelentett Szent Háromságot, ismerhetjük őket, mi, akik együtt dicsőíthetjük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Számunkra már látható ez, látható vált, és éppen ezért közösen dicsőíthetjük őket. Számunkra is adatott a lehetőség. Mi már énekelhetjük azt, amit fogunk is énekelni. Jár, dicsérjük az Isten szent fiát. Ez lesz közös énekünk, ez lesz közös dicsőítésünk, mert mi, az első karácsony után élő emberek,
már Krisztust is láthatjuk, Isten fiát, őt is dicsérhetjük együtt a Szent Háromság Istennel. Mert nem magunkat, nem bálványokat kell a középpontba helyezni, nem magunkat vagy bálványokat kell dicsőítenünk, hanem egyedül Istent, Jézus Krisztus által. Amen. Énekeljünk is így közösen, és dicsőítsük a mi Urunkat. A 286. számú dicséretünk első 4 versével. Jer, dicsérjük Istennek fiát. Dicsőítsük a mi Urunkat imádságban is. Dicsőítünk, Szent Háromság Isten, dicsőítünk mindazért, amiért, ami vagy, mindazért, amit mi tapasztalhatunk belőled, és mindazért is, amit mi emberként meg nem tapasztalhatunk. Hiszik, Urunk, hogy Te több vagy annál, mint amit mi magunk megismerhetünk. De olyan csodálatos az, hogy amit mi hallottunk rólad, amit mi hallunk, amit hittel elfogadunk, az is elég számunkra arra, hogy elfogadhassunk téged, elfogadhassuk a te fiadat. Hálásak vagyunk, Urunk, mindezért. Hálásak vagyunk azért, hogy dicsőíthetünk még téged, hogy lehetőségünk van erre, hogy lehetőségünk van arra, hogy meghalljuk a te hangodat, és azáltal az életünk teljesebb lehessen, és az életünk közelebb kerülhessen hozzád. De Urunk, megvalljuk azt is, hogy sokszor elfeledkezünk erről, hogy olyan sokszor, mikor a világban történéseket látunk, mikor a saját életünkben jó dolgok történnek, akkor azt egyszerűen csak sorszerűnek látjuk, azt egyszerűen csak megérdemeltnek könyveljük el, vagy éppen magunkat, vagy valamilyen más földi hatalmat látunk a mögött.
Nagyon sokszor tévesen látjuk a körülöttünk lévő dolgokat. Nagyon sokszor nem veszük észre, hogy te milyen hatalmas is vagy egy-egy ügyben, egy-egy teremtményben, vagy éppen bennünk. Úrunk, kérünk, hogy formálj bennünket, hogy lehessünk még inkább engedelmesek számodra, vehessük észre még inkább egyre jobban mindazt, amit te kijelentesz, amit mi megláthatnánk, hogyha ha téged keresnénk, ha téged néznénk. Urunk, láthassuk meg a te dicsőségedet, bármerre is járunk a világban, bármit is tapasztalunk, bármerre is megy az életünk. De Urunk, nem csak magunkért imádkozunk. Imádkozunk a gyülekezetünkért, azokért, akik ma nem lehetnek itt, akik talán munka, fáradtság vagy bármi más miatt nincsenek itt. Kérünk, hogy ragyogtass fel számukra is a te dicsőségedet, hogy ők is dicsőíthessenek téged. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, a mellettük szolgálókért. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünk gyászolóit is. Kérünk, Urunk, hogy légy ott mindannyiunk mellett, és adj számunkra lehetőséget arra, hogy hozzád szóljunk, hogy téged dicsőítsünk. De Urunk, imádkozunk azokért is, akik nem dicsőíthetnek hangosan téged, akik karácsony előtt a világ olyan helyén laknak, ahol nem szabad rólad vallást tenni, ahol nem szabad hangosan dicsőíteni téged. Add, hogy ők a saját maguk közösségében, csendes imájukban, vagy cselekedeteikben dicsőíthessenek téged, és eléd hozzuk az ő vezetőiket, adj az ő szívüknek enyhülést. Hisszük, Urunk, hogy te meghallgatod az imádságunkat, és számodra semmi sem lehetetlen, ezért szóltunk most imádságban. Amen. Közös imádságunk az Úrtól tanult imádság legyen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretettel hívjuk a testvéreket a holnapi nap is, illetve szombaton is előkészítő alkalmainkra, ugyanígy 5 órakor, illetve hívjuk az ünnepi alkalmankra itt a testvéreket, ahogy azt korábban hirdettük is. Záró énekünk a 278. dicséret első 2 verse, valamint a 6., 7. és 8. verse legyen. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.